Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, a kis Warframe, őszinte Warframe-ezés, és hogyha rendszeresen nézed a Warframe videóimat, továbbá esetleg a klánom, közösségünk tagja vagy, akkor maradj végig, hogy megértsd teljes mértékben, mi a helyzet. Na most, a Digital Extreme megváltoztatta a partneri szerződés feltételeit. Mint tudjátok, Warframe partner vagyok, és a szerződésben volt egy olyan kikötés, hogy hetente fel kell tölteni egy videót. Hála, az Istennek annyira nem forszírozták el ezen részlegét a szerződésnek, mert az elmúlt időben nem igazán töltöttem fel hetente egy videót, max. két hetente, vagy valami ilyesmi. Na most, a szerződésnek ezen a szekcióján változtattak, és most már nem kötelező Um, hetente feltöltenem egy videót Warframe-mel kapcsolatban és hogy őszinte legyek ez nagy fellélegzés um, nekem, mivel hogy úgy éreztem, hogy ettől a heti egy videótól is sokszor már hány ingerem van és nem tudom hogy mi a francról beszéljek a Warframe-ben tudom, hogy, hogy nehéz ezt elhinni hogy, hogy az ember nem tudja hogy miről beszéljen a Warframe-ben de hogyha már a kezdetek óta csinálod ezt az egészet, akkor akkor nagyon sok mindenről beszéltél, és a Warframe eszenciájában lényegében, gyökereiben annyit nem változott, hogy úgy érezzem, hogy tényleg valami fordulatosan újról fogok beszélni. Na most. Ezen a ponton, ha úgy érzed, hogy a Necro az már nem csinál Warframe videókat, vagy már lesz, a Warframe-et magasról, és kikapcsolod ezt a videót, és leiratkozol a csatornáról, mert hogy te a Warframe-ért vagy nálam, és másban nem, vagy érdekelt, akkor meg tudom érteni, hogyha újonnan jöttél uh, ide, és uh, azt mondod, hogy hát nem láttam amúgy se sok Warframe videódat, azt is meg tudom érteni, de tudnod kell hogy ezt már nagyon régóta csináljuk, tehát legalább 6 éve csináljuk, létrehoztuk a necro mint mindazokkal az emberek segítségével, akik az utamon elve. velem voltak, és akik vannak, akik azóta az első napok óta velünk vannak, és velem vannak. Ezt nagyon-nagyon köszönöm nekik. Viszont ezen szerződési feltételek megváltoztatása miatt úgy döntöttem, hogy némileg átalakítom a csatornám Warframe feltételét, és mert, hogy, hogy, hogy őszinte legyek veletek, kiégtem a játékon. Uh, nagyon sokat változott a játék, és nem feltétlenül mondom, hogy mindig pozitív irányba, de egy olyan irányba változott a játék, ami több és több tartalmat ad, ha újonnan kezded el a játékot, egy fantasztikus élményben van részed, ha veteránként folytatod a játékot, nagyon nehéz Ö, már ö, hogy is mondjam, megtalálni az utamat benne. Nem azért mert, hogy bonyolultabb a játék, nem, sőt, ö, egyszerűsödött a játék, nem azért mert, hogy annyira sok a content, nem egyszerűen mert mert úgy érzem, hogy a tartalom, ami bejön, azon csak, azon, ha végig égetem az egészet, és nagyon gyorsan végig tudnám égetni, akkor nem, nem, nem azért szeretnék a warframe játszani, hogy videókat töltsek föl, hogy minél durvább és jobb trükköket adjak, most már nem erről szól a Warframe, mint régen, ahol, ahol egy jó bildet kellett csinálni. mindegy hosszú, nem fogok ebbe belemenni. A lényeg az, a lényeg az, hogy, hogy igen, tényleg egy kicsit, egy kicsit sok most már a Warframe, és nem szerettem úgy játszani, ahogy régen játszottam, az a hardcore módon, ahogy elsőnek meg legyen minden, ott lehet a tip-top. Mondhatni azt, hogy core gamerből átmentem egy casual gamerbe, viszont a, a tudás, amit megszereztem az évek alatt, az mind ott van, és nem szeretném hagyni elveszni, és ebben lesztek ti a segítségemre? Hogyan fogom folytatni a Warframe videózást? Ami a klánt, illetve a Discord közösségünket érinti, semmi nem fog változni. Ugyanúgy lehet jelentkezni a klánba, bejelöltük a játékba, vagy kitöltjük a listát a videók leírásában. Ugyanúgy, tehát semmi nem fog változni ezen a téren, de a klánnak sokkal, de sokkal önműködőbbnek kell lennie, amit, hogy őszinte legyek, egy pár, egy-két éve el is értünk. A klán maga nagyon jól önműködik, és vannak benne olyan egyének, akik, akik uh, nagyon jó közösség tagok, és segítik azt, hogy a klán működjön úgy, ahogy működik, és még mindig Magyarország egyik legnagyobb klánjának számítunk, hanem a legnagyobb mostanra Warframe uh, szempontjából. Szóval ezen a téren semmi nem változik. A videók téren, ami változni fog, az az, hogy most már a nagyobb kontenteket fogom Ö, levideózni. A nagyobb, hogyha kijön valami nagyobb kontent, akkor abba beleásom magam, és megcsinálom az alapokat, hogy érthető legyen. Ha kijön egy új lore történet, akkor lefordítom a lore történetet, hogy érthető legyen. És az alapokat az új dolgokról nagyon szívesen elmagyarázom és belenézem, mert alapéba élvezem a játékot, de már nagyon elfáradtam a grindolás részébe, és abból egyre egyre több, és egyre egyre sok van, és jutalom nélküli grindolásba én sem szeretek. Az olyasmiért én sem szeretek játszani, és úgy érzem, hogy az Warframe jelen pillanatban nem jutalmazza a grindolást, nem jutalmazza az erőfeszítést azért, hogy jobb legyek, hogy több legyek, és hogy sikeresebb legyek. Nincs, nincs ezért valódi jutalom a Warframe-ben jelen pillanatban, csak csak egy jó gameplay van, amit meg lehet tudni egy mondjuk 1500 óra, sőt valakinek rövidebb óra alatt is. Én nekem így 3000 plusz óra után jött el ez, a, ez, a, ez az idő. Um, szóval, ja, a nagyobb kontenteket mindenképp le, le fogom fedni, Warframe terén, viszont, ami a, 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 a tippek és trükkök lényegére tér ki, az, az rajtatok fog állni. És... Hajlandó vagy szeretnék úgy csinálni videót, hogy teljes mértékben az legyen, amit ti szeretnétek. Szóval, ha megkerestek Facebookon, és írtok, hogy szeretnék egy ilyen videót, ami erről szól, akkor belásom magam. A legtöbb Warframe videó mostanra már elévült, ugye sok minden megváltozott, nem teljesen minden, de sok minden megváltozott, és ha szeretnétek valami tip, trükk, ilyesmi, akkor abba szívesen, és így célt adtok nekem, amiért bekapcsolom a Warframe-et, és játszom vele, és hogy kiderítsem, és megcsináljam azt a videót. Már egy jó ideje amúgy is így csinálom a videókat, tehát céltudatosabban olyan téma felé, amit látom, hogy titeket érdekel, és akkor felkapok, és csinálok belőle egy videót, és akkor célirányosan arra grindolok. De, hogy ilyen nyílt legyek veletek, akkor legyen az, hogy hogy ti megírjátok egy üzenetben mondjuk Facebookon, hogy, hé, figyelj, nekró, csinálj már előre egy videót, és, és csinálok róla egy videót. Még legyen, legyen az úgy is, hogyha már csináltam erről egy videót. Jó, tehát nem számít, tegyük fel azt, hogy újra csinálok egy videót, ha meg kell ismételjük, megismételjük. Természetesen, hogyha mondjuk egy hetet csináltam egyet, és valaki ugyanazt kére, akkor csak belinkelem neki azt, amit egy hetet csináltam, de hogyha egy olyan videó, amit már nagyon régóta csináltam, akkor nagyon szívesen csinálok belőle egy update frissített változatot. És úgy, hogy úgy mondjam, a tudást, ami mögöttem valami jött Wolfram-el ki tudom használni, és, és ebből a szempontból ugye levideózni. Továbbá, hogyha van valami új content, akkor azt, azt, azt le fogom tudni videózni. Amennyiben nem jön kérés arról, hogy milyen Warframe videókat csináljak, akkor csak akkor lesz Warframe videó, amikor kifejezetten valami olyan fontos update-jön be, amiről videozni um, kell. De ettől független, ha ti kértek, akkor én szívesen meg fogom csinálni, kivéve, hogyha egy-két napja vagy egy hete csináltam erről a videót, értitek, Tehát tényleg aktuálisan friss, akkor nem, de hogyha már évek óta csináltam meg azt a videót, akkor szívesen csinálok egy frissített, updated verziót azokról a videókról, de csak és kizárólag a ti kérésetekre mert hogy ennyi idő alatt sok volt, és én is sokkal sok rétegű vagyok, mint a Warframe, és ebből a szempontból megértem, hogyha már nem akarod nézni a csatornát, vagy úgy érzed, hogy valami, ez van, ezt kell szeretni, de vannak olyan játékok odakint, amelyek engem jobb, most jelen pillanatban mondhatni azt, hogy jobban érdekelnek, vagy nagyon szívesen játszom velük, és azokról is szeretnék videókat csinálni. Ez nagyban visszafogja dobni a csatorna teljesítményét, mert ugye nagyon uh, hogy is mondjam, promotál a YouTube, amikor Warframe-et rakok fel, akkor nagyon előtérbe helyezi a videókat, sokkal nagyobb nézettsége van, mint amikor valami máshol csinálok videót, köszönhetően ugye nektek, um, akik többnyire Warframe-et néztek csak, úgyhogy de lesz némi változatosság, és én remélem, hogy nem fogom azt mondani, mint a legtöbb nagyobb warframe és aki abba hagyta most a warframe hogy iratkozz le a csatornáról, hanem inkább azt mondom, hogy, hogy kövess engem ezen az úton, esetleg látni fogsz valami olyasmit, ami, ami, amit szeretni fogsz. Úgyhogy ja, lehet, hogy én is beléptem ebbe a sorba, ahol, ahol a Warframe veterán, aki kiéktek egy kicsit, Um, ja, meg tudom érteni, viszont nem szeretném elhagyni a közösséget, nem szeretném feladni a klánt, nem szeretném ezt a tudást, uh, ami bennem van, kárba hagyni, és, és a ti kedvetekért szívesen gyártok videót, hogyha megírjátok egy üzenetbe, hogy ezt és ez és erről szeretnék, és hogy ez és hogy ez hogy van, egy kérés, hogy azért fogalmazzátok körbe egy kicsit azt, azt a komplexitást, amit szeretnétek um, hallani a dolgokról. Srácok, um, ennyi lett volna ez a videó, nagyon Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy eljutottatok a végéig, és megértitek a döntésvel mechanizmusomat, ami a dolgok mögött van. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet következő videóig, amit ti kértek, sziasztok!